Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veled. És a lelkeddel. Kedves testvéreim, ez a Szent Hűség, Fehérvári Egyházmegye és Kapokért ajánljuk fel. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, váljuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük azok a szent titkait. Olvasmány Dániel proféta könyvéből. A babiloni fogság idején Nabukodonozor király elé hozoltak három ifjút, Sidrák, Misák és Abdenágó volt a nevük. És a király kérdőre mondta őket. Igaz-e, hogy megvetitek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet készítettem? Nos, hogyha fölharsan a kürt, a fugola, és szól a hárfa, lant, koboz és citera, készen vagytok-e a szobor előtt leborulni, és imádni azt? Mert hogyha nem, nyomban tüzes kemencébe vetettek titeket, és van-e olyan Isten, aki kezemből megszabadít titeket? Sidrák, Misák és Abdenágó így felelt a királynak. Nem szükséges, ó király, hogy erre válaszoljunk neked. A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket az égő tüzes kemencéből és a te kezedből. De ha nem akarnál is, tudd meg, király, hogy Isteneket akkor sem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állítottál, nem imádjuk. Ekkor a király nagy haragra lobbant az ifjak ellen. Arca is elváltozott, és úgy rendelkezett, hogy a kemencét a szokásosnál hétszerte jobban fűtsékbe. Majd meghagyta a legerősebb katonáinak, hogy kötözzék meg Sidrákot, Misákot és Abdenágót, és vessék őket a tüzes kemencébe. Így is történt. Ők azonban sértetlenül jártak kertek a lángok között, és magasztalták Istent, aki Úr minden fölött. Ekkor a király megdöbbent, sietve fölállt, és így szólt főembereihez. Nem de három megkötözött ifjút dobtunk a tűzbe? Azok azt felelték, úgy van nagy király. Ekkor a király így folytatta, én azonban négy férfit látok, és ezek kötelékeitől megszabadulva sértetlenül járnak kellnek a lángokban. A negyedik éppen olyan, mint Isten angyala. Majd így fohászkodott, áldott legyen Sidrák, Misák és Abdenágó Istene, ki elküldötte angyalát hűszolgái megmentésére. Ők csak benne bíztak egyedül, és nem hallgattak a király szavára. Kockára tették életüket, hogy az igaz Istenen kívül ne kelljen más Isten imádniuk és szolgálniuk. Ez az Isten igéje. Úr legyen veled! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal Jézus a bennem hívő zsidókhoz fordult, és ezt mondta nekik. Ha megmaradt a tanítvánsommal, akkor lesznek igazán tanítványaim. Megismerjük az igazságot, és az igazságban szabaddá tesz benneteket. Ők erre tiltakoztak. Ábrahám leszármazottjai vagyunk, és soha senkinek sem szolgáltunk. Hogy mondhatod hát azt, hogy szabadok lesz? Jézus így felelt. Bizony-bizony mondom nektek, mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. Szolga nem marad mindig a házában, de a fiú ott marad mindig. Ha viszont Isten fia szabaddá teszitek, akkor valóban szabadok lesz. Tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, mégis az életemben töltött, mert tanításom nem fog rajtatok. Én azt hirdetem nektek, amit atyámnál láttam. Ti eleven azt teszitek, amit a ti atyátoktól láttatok, hallottatok.
mert közlevált a zsidók. A mi atyánk Ábrahám. Jézus így folytatta. Ábrahám gyermekei vagytok, tegyetek is azt, amit Ábrahám tett. De ti az életemet törtök. Bár azt az igazságot követem, amit Istentől hallottam. Ábrahám ilyet nem tett. Ti azt teszitek, amit atyáitok tettek. Ők azonban tovább erősödtek. Mi nem vagyunk törvénytelen gyermekek, csak egy atyánk van, az Isten. Jézus azonban megállapította. Ha Isten volna atyátok, szeretnétek engem, mert én Istentől vagyok és tőle jöttem. Nem magam nevében jöttem, hanem az Isten küldött engem. Ez az evangélium igéje. Az a nap, Uram, hadd legyen végső.
szabadíts meg szülését. Ha néha úgy érzem, hogy valahogy már meguntam a dolgot, valahogy már nincs kedvem úgy, mint régen, valahogy már nincs akkora lendület bennem, erő, akkor előveszem ezt a kis verset, és elolvasom. Az igazi kereszténynek az imája lesz, hogy nem szeretnénk olyanok lenni, szürkék lenni, nem szeretnék kiélni, közömbös lenni, hogy nekem mindegy, hanem azt akarom, hogy legyen bennem szeretet, újra és újra erő, lendület, akarja, és legyen bennem öröm. És ezt kérem az Istentől, hogy mentsen meg engem, szabadítson meg a szürkességtől. Sokszor lehúznak bennünket a hétköznapok. Mindig ugyanaz van. Reggel föl kell kelni, el kell menni dolgozni, aztán hazajössz, ki tudja mikor, attól függ, hogy mit vár el a munkáltató. Este jó lesz, hogy elhúzsz vacsorázni, beesel az ágyba, és újra folytatódik tovább. A nyugdíjas embernek már más az élete. Ők azt gondolták, amikor nyugdíjba mentek, hogy sokkal könnyebb lesz. Becsapták őket. Nem lett könnyebb. Ugyanolyan nem lesz. Mindig van feladat számunkra, és mindig van munka, ott van a meló. Nem szűnik meg létezni. A pihenés, a szabadság, hát ez egy kicsit odébb van. De hogy meneküljük meg a szürkességtől? Hogy lehet leküzdeni ezt? Kérjük az Urat, hogy mentsen meg, de azért érezzük mi is, hogy tennünk kell azért, hogy kimásszunk a bóla gödörből. Hogyan lehet? Hát, az imádság mellett tenni kell. Miket lehetne tenni? Mindig azt kell tenni, amit szeretnék, hogy velem is legyenek. Nagyon szeretjük azt, hogyha szeretnek bennünket. Ha elfogadnak, ha örülnek nekünk, ha megdicsérnek minket, ha megveregetik a vállunkat, belevaló fickóval. Te egy jó ember vagy, értékes. Tehát mindent, amit én képzelek, hogy velem tegyenek meg, azt kell nekem is megtennem mással. Mennyire elmondjuk ezt? Ott van mellettem él, ott van a családomban, akkor a rokonságomban, barátomnak mondom, munkahelyemen találkozok vele, az utcán ott van, és nem mondom ki, nem teszem meg, nem csinálok semmit, csak nézem. És akkor döbbenek rá a dolgokra, hogy elmulasztottam, milyen boldog vagyok. Amikor elköltözik jó messzire, amikor már nincs itt, egy másik országban, egy olyan helyre, ahová nem tudok elmenni, elköltözik a túlvilágra.
Igen, ez a vers, Sík Sándor vers, ments meg Uram, ez sokat segít. Egy imádság az Isten felé, hogy mi nem szeretnék lenni, milyen nem szeretnék lenni. Örömhírt hallunk majd húsvétkor, feltámadás, örömhíre, az evangélium, az örömhír, és ezt nem lehet hirdetni szomorúan, nem lehet hirdetni gyászosan, levelten, szürkén. Örülni kell annak, igenis, hogy meg vagyok váltva a bűneimtől is, és kapok egy örök életet. Az ember mindig Isten kereső volt, keresi az Istent mindenhol és mindenben. Míg a megváltás előtt rengeteg dolgot fel lehetne sorolni, hogy hogyan járt az ember, miben látta, és nem találta. És amikor eljön, akkor meg nem ismeri fel. Mi keresztények vagyunk, azt mondjuk legalábbis magunkról is, és tudjuk, halljuk a tanítást, megpróbáljuk élni is, de sokszor mi sem ismerünk fel. Hol van az Isten? Hogy mondottam tegnap is, hogy szeretnénk látni, érezni és tudni, hogy itt van, velünk van, mellettünk van. Hol lehet? Az emberek régebben azt gondolták, hogy kérem szépen, Isten a fellegek felett van. És amikor eljutottak az űrhajósoknak világegyetembe, akkor nem láttak, nem találkoztak vele. Na, hol van az Isten? Mindig elképzelte az ember, de mindig egyszerűen oldja meg az Isten, hogy megfigyelek, ott van, katekizmusban ezt tanuljuk, ott van mindenhol. Ott van a teremtett világban, ott van a természetben, látod, jön a tavasz, minden életre kell. Mindennek megvan a rendszere és a rendje, precízen, pontosan. Ott van az emberben is, ott van bennem is, bennem is. Ott van mindenhol az Isten, csak nehéz felismerni és látni. Igen, sokszor hibázunk és álmunkat kerjedünk, de a kinyilatkoztatásban kell keresni, a Szentírásban kell keresni, és nem szabad elmenni mellette. Szeretnék bebizonyítani sokan, hogy nem létezik a természet feletti. Nagyon jó lenne, hogy a laboratóriumban lehetne őt vizsgálni, de tengeri maradsz. Akkor már ez nem is. De látjuk a világot is, hogy mindennek van rendszere. Földforgása, dől és szüle, milyen sebességgel, hogyan forog, milyen kört ír le a nap körül, meg egyébként is a világegyetemben, hogy van ez az egész, hogy minden megvan a helye, mintha valaki megtervezte volna nagyon pontosan, precízen a sejtet. És hogy sorolhatnánk, hogy mennyi minden van, ami csodálatos, csak nekünk olyan természetesnek tűnik, és sokaknak meg hát a véletlen így alakította. Semmi is nincs véletlen. Ezt, amit meg lehet tanulni még, hogy nem véletlen az, hogy te itt vagy. Nem véletlen az,
azt, hogy az a feleséged, aki, az a férjed, aki abban a családban születtél bele, ahol áll. Szóval itt élsz, az sem véletlen. Semmi sem véletlen. Mindennek megvan az oka. Tehát az Isten, hát, régebben így ábrázolták, festményeket is láthattátok, egy öreg szakállas úrú, akiket a fellegek felé helyeztek, és hát unatkozik. Nyilván nem ilyen az Isten. Jézus már közelebb hozza az emberhez, és azt mondja, hogy aki lát engem, látja az Atyát is. Ilyen. Mohamed szegény azt gondolta, hogy hát a mennyországban minden valóra válik, amit nem teljesül be. Minden vágya. Igen, ez is egy vak vágány. Mert biztos, hogy nem így lesz. Halál utáni élet. Erről is beszéltem tegnap előtt, hogy mennyire valóság ez. És reménykedünk abban, hogy megkapjuk az örök életet. De nem hiszük el, hogy az ember csak egy maiból több vagyok annak. Szent Pál, de szemlék is a mennyországot, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, ember érkel, fel nem fogja, mit készít az Isten azok számára, akik szeretik őt. Azt is megbeszéltük már, hogy a Földben nem keverjük össze mennyországot. Ízelítőt kaphatunk belőle, de ez a földi élet nem mennyország. Itt csak zarándokok vagyunk. Lakást élünk, de nem örök lakás. Emlékeztek a történetre, amikor is ott volt a színeváltozás hegyén. Jézus elvitte az apostolokat magával, Péter kérte, hogy Uram, hadd maradjunk. Ha meglátta teljes valóságában Jézus mennyei dicsőségében, hadd maradjunk itt, építsünk sátrat. Mózesnek egyet, neked egyet, Jézusnak is, neked is. Milyen jó itt. És ha nem is akart lemenni a hegyről, itt akart élni, és mindent elfelejtett. Minden feladatát, minden áldozatát, mindent, ami várt rá, meg ami volt, mert olyan csodálatos volt ott neki. Megérinti őket, és azt mondja, hogy most ne megyünk a hegyről, mert a bűn miatt ott kell kérdemelni a megdicsőlést. Ezért élünk. Ez a célunk, hogy kiérdemeljük a megdicsőlést. Igen, amit itt teszünk, bármit, annak minden hatása van, következménye van. És vagy piros pontot kapunk oda, vagy feketét, attól függ. Tetteinknek van következménye. Szavaknak is. Szavakkal lehet kísérni, de lehet ölni. Gondolat szintén. Hogyan gondolkozunk, hogy mondottam, hogy tényleg tudok beszélni a fájdalmamról egy hétig, és az örömmel meddig. Hogyan állítom be az agyamat
pozitív dolgokat veszem észre, vagy csak a negatív dolgokat. Nagyon fontos. És ez mind értékelődik, mint felhamaszodik oda. Tehát a mennyország áldozatot kíván. Igen, erőszakosok éreztem mennyország. Nem adom fel akkor is, harcolok és küzdök, és akarom a jót. Akkor is, ha elesek, fölkelek, akkor is, ha megszégyenülök, akkor is. Sok ember azt gondolja, hogy akkor lesz boldog, és akkor érjen a mennyországot, hogyha szabad lesz. Mit jelent a szabadság? Egy kis történetet hadd mondjak el nektek, talán ismerősnek hangzik a híres bornak a története. Miután annyit dicsérték a bort, fejébe szállt a dicsőség, és így gondolkodott, hogy hát miért vagyok a gondolóban az alkalmasok között? Szabad akarok lenni? Ki akarok? És addig feszítette a botot, míg az abroncs szétvált teljesen, a dombát szétestek, és a bor kifolyt a földre, felitta a pince homokja, és sár lett belőle. Elpusztult, mert szabad akart lenni. Az ember is szabad akar lenni, és pedig minden áron, ha az ember maga ellen fordítja az Istentől kapott szabadságát, elpusztul. Sokan azért nem vállalják az egyházat, mert félnek, hogy akkor nem leszek szabad. Mert vannak bizonyos törvények, amit be kell tartani, és ezt húsba kell tenni. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. Ezeket a törvényeket azért adta az Isten, hogy segítsen. Útba igazítson, és hogy eljussunk hozzá. Ez nem könnyű. Nem könnyű betartani, de harcolni kell, ahogy mondottam, és küzdeni, és a küzdelmen van a hangsúly. Nem kapja meg az ember ingyen a mennyországot. Tenni kell. A 10 parancsolat. Mindig ezt nézzük. És mindig bele volt írva az ember szívébe, még mielőtt létezett volna. Amikor Káin megölte Ábelt, elmenekült, meg tudta, hogy védkezett, ha bár a 10 parancsolat még nem volt ételesen hirdetve. A lelkiismeret figyelmeztetett. Amikor az ember már képtelen volt kiolvasni a saját lelki világából, az Isten látható módon kőtárára íratta, és Mózesnek ez a történet is nagyon érdekes, hogy amikor Mózes belelésült a kép kőtáblába 10 parancsolatot, és lement hegyről, mit látott? A választ nép aranyborjút imádott. Ezek összeadták az aranyat, minden nyögtöttek ki egy borjút, és az előtt hódoltak az igaz Isten helyet. Mózes mit csinált? Idegbajt kapott, összetörte a két kőtáblát. Jól lekorta őket, aztán visszament a helyre. Megint megtette ugyanazt, felvésre a két kőtáblát, tíz parancsolatot, és lejött a helyre. Mi ebből a tanulság? Tehát ezt az Isten ajándékot
ajándéka adja nekünk, hogy segítsen. Hogy meg tudjak bocsájtani az ő végtelen szeretetével. Nem bocsájtás, ez nagyon fontos dolog az ember életében. Meg tudjam bocsájtani az embereknek, amit ellenem védettek. Meg tudjam bocsájtani önmagamnak, amit én védettem mások felé. És jöjjek bocsánatot is az Istentől. Tudjak kérni, megbánni. Az isteni törvények örök érvényűek, sokszor nehéznek tartjuk, sokszor értelmetlennek gondoljuk, sokszor csak másoktól akarjuk betartani. Az lopott, büntetés érdemel, hazudott, hogy merészel, elkösvel, parázol, borzolsz, megbotolkozz. Ez is érdekes. Regnéni jött ezzel. Hát meg vagyok botrangozva. Hát hogy viselkedik ez az ember? Hát nem mondom, jó nélt ma. Milyen mindenki van. Hát nekem nincsen bűnöm. Na de az ott. Hát ez borzasz. Lopcsak, hazudik, kárunk. Nem az ő bűneit szeretném hallani, hanem magát. Hát, tudokkal szoktam ezeket. Nem ő. De keressen egy értékesen, nem botránkozott. Nagy könyvben figyeljünk fel arra, hogy igenis törődöm-e a 10 parancsolattal. Szoktam használni, és gyakorlom, megfogadom, és azt szerint próbálok élni. Legfontosabb, nyilván legelsők. És amit az Úr Jézus mindig is mondott, hogy ugyanolyan értékes az Isten imádás, igen kell. Fele barát is szemület. Mit jelent számomra Isten törvénye? Hogyan lépek be én a templomba? Hogyan veszem magamhoz az Úr Jézust? Hogyan beszélek embertársaimban? Mit gondolok embertársaimból? Hogyan gondolkodom róluk? Mit teszek a szeretetért? Mit tettem eddig a nagybőben? Vannak-e terveim, mit szeretnék tenni? Van egy fogalmaz, amit el lehet mindig mondani, hogy Uram, taníts meg engem parancsai megtartására. De mindig tanulnunk kell. Amiért meg szoktam imádkozni magam részére, hát ha akarjátok, megfogadjátok, hanem úgy is jó, a bölcsességért. Bölcsességért állandóan imádkozom, hogy jól tudjak dönteni. Mert sokszor eltérjelünk, és nem veszünk észre a helyeset. Ezeket szeretném volna megosztani veled. Remélem, hasznotokra voltam egy kicsit ebben a háromban. Nem nagy bölcsességek ezek, és sok minden nem is ez a bölcsessége. Ami rám maradt az évek során, csak azt tudom mondani. De legfontosabb,
mégiscsak a Szentlélek. És Szent Pál szava is visszacsengel. A szeretet nincs benne, nem élek is. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljöttetek, itt voltatok, velem imádkoztok, és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a hivatásokért, a papotokért, nagyon fontos. És ezt a szentmisét pedig jöjjetek, hogy álljunk fel az egyházmegyében szolgáló papjaitokért. Hogy Jézus segítsen benneteket, és lássátok meg az értékeset, és ne vegyétek észre, ami értéktelen. Amen. Testvéreink, kérjük a mindenható Atyát, hogy a nagyobbai szentdeink, unnakadó gyermekeim, őszinte imádot tartsunk, és készüljünk elő a húsvét örömre. Az evangélium világossága üzde ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Megváltunk jósága és ember szeretete, az egyházon keresztül áradjon ki az egész világon. Krisztus végéje, szüntesse meg a népek közötti gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkálkodhassanak. A nagybőrű szembeszédet szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban álmodatosan megmaradjunk. Mindenható örök Isten irgalmatja, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közelünk hozzá, és új is meg kegyelmedet népedben, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Szent vagy, Szent vagy, minden sír újra is.
Kérem, szenteld meg ezt az adományt, áldd el rá a Szent Lelket, hogy számunkra, ami úgy Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőttként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megkölte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyünk, és egyetek kettő mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kenyeret, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és ugye a kettő mindnyájan, mert ez az én vérem helyre, az új és örök szövetségé. Ez a vér gyertetek, ő sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem. Én megítünk szent titkot. Látom, mert arra adtál minket, hogy színedől távlatunk és szolgálhatunk neked. Kérlek, gyűjtsön egybe a Szent Élet mindnyájunkat, hogy Krisztus testében és vérében részesüljünk. Visel szívedünk egyházi sorsát az egész világon, de tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzen meg a feltámadás reményében, elmúlt testvéreink és mindazokban hírgalmadban vissza távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörüljük kérünk mindjárt Isten anyjába, boldogságos Szűz Máriába, Szent Józseffel, az ügyesében, szent apostolokkal és minden szentel együtt. A világkezete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életet, és dicsőjükre magasztaljuk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általad, ő vele és ő benne, a két mindenható Atya Isten, a Szent Élető Egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkörökké. Amen. Ha Isten Atyának hívjuk, testvér szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi a te, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akarod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a rosszul. Szabadíts meg, kérdünk minden gonosztól, a teljesen végképp napjainkban, a jövőmadban mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, mi reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami végénk és kengesztelődésünk, ezért kérjük, nevét minket nézhetnél egy házat hitét, őrizd meg szándékot szerint végében, és ad meg teljes egységét, kérdez és uralkodol mindörökkörökké. Békéje legyen veletek mindenkor. Hívnak Isten bárány, hívnak fel ezt a világ bűneit, boldogszuket meghívozta lábosz, Jézus Isten bárány, Uram, nem vagyunk életünk.